Jó napot kívánok! A Sopron Televízió Mozaik című műsorát látják. A következőkben a pedagógiai szakszolgálat működéséről fogunk beszélgetni, például arról, hogy a logopédiai ellátásban milyen változások következtek be. Vendégem Frűvértné Pajrics Marianna, györmoson Sopron megyei pedagógiai szakszolgálat Soproni tagintézményének vezetője. Jó napot kívánok, köszöntöm! Üdvözlöm, köszöntöm én is! Tehát hogyan is működik ez a pedagógiai szakszolgálat, milyen területeket foglal magában? A pedagógiai szakszolgálat működését a törvény úgy határozza meg, hogy segíti a szülő, a pedagógus és a gyermek működését, fejlődését. Kilenc területet határoz meg a pedagógiai szakszolgálatoknak a törvény, ebből mi ellátjuk a korai fejlesztést és gondozást a logopédiai ellátást, a nevelési tanácsadást, a szakértői bizottsági tevékenységet, az iskolai és koordinálását és a gyógytestnevelést. Hogyan lehet önökkel kapcsolatba lépni, ha egy szülő úgy érzi, hogy szeretné felvenni szakemberrel a kapcsolatot? Intézményünkben pszichológusok, gyógypedagógusok, logopédusok vannak, nagyon sok speciális területet lefedünk. Mivel az állam tartja fent a pedagógiai szakszolgálatokat, ezért alanyi jogon járnak a lakóhely, illetve tartózkodási helyen levő gyermekeknek, szülőknek és természetesen a pedagógusoknak is, óvoda, illetve az iskolában dolgozó pedagógusoknak. Ha egy intézmény úgy ítéli meg, hogy szükség van akár óvoda, akár bölcsöde, akár iskola a gyermeknek valamilyen fajta megsegítésre, akkor természetesen a szülő beleegyezésével felveszi velünk a kapcsolatot. Az iskolák tudják, hogy ez egy vizsgálatkérő nyomtatvány kitöltésével történik, ez a hivatalos útja. Ugyanakkor a szülőnek alanyi jogon jár, tehát akár telefonos, akár személyes bejelentkezés kapcsán, meghatározva a problémát, hogy igazából ő hol észleli a problémát, miben kész segítséget. Minden hétfőn nálunk van egy esetosztás, ahol ezeket a bejelentkezéseket megbeszéljük, és kiosztjuk az adott szakembereknek, és ott az első, akinek szabad kapacitása van, felveszi a kapcsolatot a szülővel. Ugye itt azért fontos megemlíteni, hogy önök nem a speciális nevelési igényű gyermekekkel foglalkoznak, hanem azokkal, akik a többség óvodákba, iskolába járnak, mégis kiknek konkrétan, kinek tudnak segíteni. A törvény úgy határoz, hogy első körben minden fajta eltérést, amit pedagógus vagy szülő érzékel, vagy akár gyermekorvos vagy védőnő, azt jelzi felénk. Mi határozzuk meg, illetve komplex vizsgálatokon keresztül meghatározzuk, hogy Hol van eltérés, és milyen mértékű. Tehát foglalkozunk mi továbbá a különleges bánásmódot igénylő gyerekekkel, ezek az úgynevezett beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyerekek, de a különleges bánásmódot igénylő gyerekeknek van más csoportja is, ilyen a sajátos nevelési igényű gyermekek, akik ugye a megyei Ped szakértői bizottság fogja kimondani ezt az ellátási kategóriát és ezt pedig az egy még, tehát a gyógypedagógiai módszertani központok Sopron nagyon kiváltságos helyzetben van, mert három ilyen módszertani központ is van, ahonnan a szakemberek utazóhálózat keretében kijárnak az iskolákba, óvodákba, és ellátják ezeket a gyerekeket, és hát ott vannak még a tehetséges gyermekek. Ővelük is külön foglalkoznak? Az óvodásokkal, érdekes. az óvodásokkal, és az iskolásoknak van, vagy, tehát az iskolában tehetséggondozó központok, az iskolákban vannak ilyen pedagógiai programba épített programok, ahol segítik a tehetséges gyermekeket. A mi kapacitásunk sajnos csak az óvodás korosztályra terjed ki, amikor a tehetségről beszélünk, de célunk, hogy ez tovább továbbfejlődjön majd. Nézzünk néhány konkrét példát, vagy akár konkrét esetet, hogy mégis milyen problémákkal találkoznak. A, az első, ami a gyerekorvos, vagy a védőnő, vagy a, akár a szülő fejében, ha mondjuk koraszülött, vagy problémás szülés volt, akár javasolják is, de a szülő magától is láthat mondjuk egy a, a második, harmadik gyereknél már ertélést a fejlődésben, és felveheti velünk a kapcsolatot, ahol mi felmérjük, hogy tényleg van-e és adunk különböző tanácsokat, vagy fejlesztésbe vonjuk, tehát hozzánk elhozva heti rendszerességgel fejlesztjük a nullától mondjuk 3-6 éves korú gyermekeket. Az első ö, ilyen pont, ugye, amikor közösségbe lép, tehát vagy bölcsödébe, vagy óvodába a gyermek, ahol pedig az óvodapedagógusok érzékelik, hogy eltérés lehet, vagy van a gyerek, nem úgy viselkedik, nem úgy vesz részt a kezdeményezésekben, játékokban elhúzódik, vagy nem érti, hogy hol, vagy nem beszél például, vagy nem válaszol, nem kommunikál a ö, kortársaival, vagy az óvodapedagógussal, az akkor szintén a szülőnek jelezve, mert nem vizsgálhatunk gyereket, ha a szülő nem adta a beleegyezését, akkor a szülővel megbeszélve eljut, eljut hozzánk a gyerek, szintén felmérjük, hogy hol vannak azok a, azok a területek, amik megsegítést igényelnek. Általában hol van az a pont, amikor már nem beszélhetünk arról, hogy majd növi a gyerek ezt a problémát, hanem valóban szakember kell a megoldáshoz. Nem mondanék kort, mert hogy mindig lehet segíteni, és az, hogy milyen mértékben tér el az átlagos fejlődéstől a gyerek, és hogy ez ebben a korban normális vagy nem normális, én ezt szakemberre bíznám. Azt kellene tudniuk, vagy azt kellene, hogy meggyökeresedjen az emberek tudatában, hogy a szakemberek gyakorlatilag egy csónakban neveznek a szülővel. Tehát mi mind azért vagyunk, hogy a gyermek optimálisan fejlődjön, és hogy megadjuk neki mindazt a megsegítést, ami ehhez kell. Tehát nem a szülő ellenség. Vagy a gyerek ellen nem egy ítélőtábla, vagy egy ö, olyan ö, szerv vagyunk, aki megbélyegzi a gyermeket, hanem ö, olyan segítő bástyát, illetve megsegítést, hátteret próbálunk adni, amivel a fejlődést segítjük. Nagyon nehéz szülőként azt elfogadni, hogy a hőnáhított gyermek nem tökéletes, vagy nem azt a ö, képet mutatja, amit a szülő elképzelt. De hát ezért vannak a, ezek a referencia pontok, hogy a, az orvos, a védőnő, később a bölcsödei gondozó, vagy az ovonő, tehát hogy vagy a szomszéd, vagy a rokonság, akik visszajelzést adnak, vagy akár összehasonlítva a többi gyerek viselkedésével, előbb-utóbb, ez ugye szülőtől függ, hogy mekkora ellenállás van benne, de azért előbb-utóbb ez leomlik. És ö, ö, itt a szakembernek ö, az a nagyon fontos feladat, hogy megértesse vele, hogy partnerek vagyunk, és nem ö, bírálni vagy kritizálni, vagy a hibákat keresni szeretnénk, hanem a gyerek van a központba, tehát az ő megsegítése a cél. Ilyen esetekben, ha már valaki eljut önökhöz, milyen konkrét foglalkozásokkal tudnak segíteni, vagy a szülőket is segítik abban, hogy otthon fejleszék a gyerekeket? Mik ezek? Nagyon sok uh, módszertani tudással rendelkezik a pedagógiai szakszolgálat szakembergárdája. Tehát, hogy uh, komplex gyógypedagógiai fejlesztést, pszichológiai megsegítést, logopédiai terápiák, uh, mozgásterápiák, különböző fajta mozgásterápiáink vannak egészen a kis uh, kortól a koraiba gyógytornász uh, megsegítés, vagy ha a érzékszervi. Uh, defektus van, akkor is ö, ö, tudunk segíteni. Tehát nagyon jó ellátott ö, szakembergárdánk van. Tehát Csopron és térsége, én azt gondolom, hogy ö, magas színvonalú szakmai megsegítéshez juthat. Ugye egy másik fontos terület önöknél a pszichológia, ezt is említette. Ö, mennyire jellemző, hogy ilyen téren sérült gyerekekkel találkoznak velük, mi általában a probléma? Nagyon sok, egyre több a magatartás probléma és nagyon megszaporodtak a komplex jellegű problémák. Tehát, hogy nem csak egy területtel van probléma, hanem arra már rárakodva, tehát részképesség probléma és magatartás zavar. Egyre több a hiperkinetikus figyelemhiányos probléma. Egyre több az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekeknek a száma. Tehát, hogy ezeket a gyerekeket mind-mind Megpróbáljuk ellátni, illetve hasznos tanácssal ellátni a pedagógusokat, szülőket. Ugye itt megint az a, az elvérvényesül, hogy kérni kell, kérdezni kell. Nem tudunk bekopogtatni minden ajtón, de nyitottak az ajtóink mindenki irányába, aki segítséget kér. És akkor a logopédia még egy nagyon fontos terület, amivel szintén foglalkoznak, ugye önökhöz tartoznak azok a szakemberek, akik az óvodákba, iskolákba ellátogatnak, kiárnak, és a logopédiai foglalkozásokat végzik. Ez mennyire fontos terület az önök számára, és mekkora a probléma, mert hogy például ebben komoly változást is hajtottak végre törvényi szinten. Hozzánk a logopédia alapellátást tartozik, tehát hogy kiárunk óvodákba, és ott a hibát szűrjük, javítjuk, illetve most a törvény már úgy határoz, hogy a három éveseket is kötelezően, tehát eddig csak az öt éveseket szűrtük kötelezően, most már a három éveseket is. Nyilván ez is jelzi azt, amit a törvényalkotó is felismert, hogy egyre több beszéd probléma van, egyre több olyan gyerek kerül iskolába, amely, akinek több hangra kiterjedő beszédhibája van, ami utána az olvasás, az írás tanulásban komoly problémákat okoz. Én a múlt tanévben igyekeztem eljutni minden óvodába, nem sikerült, de azon vagyok, hogy eljussak a körzetünkbe lévő összes óvodába, hogy felhívjam a figyelmet arra, muszáj összedolgoznunk az kell a szakembereinknek, de nem csak az, hanem valahogy jobban megértetni a szülőkkel. Tehát keresem azokat a fórumokat és azokat a lehetőségeket, hogy eljusson a szülők felé az az információ és az a felkérés, hogy ha kiszűrték a gyermekét logopédiai szempontból, akkor ott komoly teendője van neki is. Tehát nem csak a szakembernek, aki egy héten egyszer, kétszer látja a jó esetben a gyermeket, hanem a mindennapos gyakorlás során lehet eljuttatni oda a gyermeket, hogy később az iskolába ne legyen problémája. Ez azért szerintem egy elbagatelizált probléma, főként a szülők részéről, hiszen úgy gondolják, hogy egy kis pösszességgel lehet azért élni, vagy azt majd kinövi a gyerek, de azért ennek igen komoly következményei lehetnek a későbbiekben, hogyha nem kezelik időben. Ezzel egyetértek, és pontosan azért, mert egyre több az olyan gyermek, amelyiknek nem mondjuk csak racsol, vagy nem csak egy hang nincs a helyén, hanem több hang nincs a helyén. És hát lehet egy pösényben beszélő gyerek aranyos, de hát egy bizonyos kor után ez már inkább akadály az ő fejlődésének mint aranyosság, és itt is a szakember útmutatásai szerint kellene eljárni. Azt gondolom, hogy a mozgás szegény tehát a gyerekeink sokkal kevesebbet mozognak, mint régen, és ugye a mozgás és a beszéd és a gondolkodási műveletek, a, a, a kognitív funkciók, ezek mind-mind össze vannak kötve, tehát a, a mozgás fejlődés, a változatos mozgás biztosítása és a rendszeres mozgás biztosítása a gyereknek, ez létfontosságú a korai időszakban, utána pedig a hozzávaló élő beszéd. Nagyon sok gépi beszédet hallanak a gyerekek, és ugye ott a a látvány, amit lát, hogy artikulál a felnőtt, illetve a hang, amit hall hozzá, ez nem mindig esik egybe. Tehát az élő beszédet nem helyettesíti semmilyen gépi hang, semmilyen film, vagy semmilyen hanganyag, ami nem az élő szemétől jön. Ugye említettük, hogy három éves... Korra hozták előbbre azt a, azt a korhatárt, amikor már szűrik a gyerekeket. Tehát gyakorlatilag, ha egy gyerek kis csoportba bekerül óvodába, akkor rögtön egy ilyen logopédiai szűrésen esik el. Tehát erre miért volt szükség, hogy ennyire korán? Pontosan azért, hogy a prevencióra még több ö, hangsúly helyeződjön, ugyanis nagyon sok a beszédhibás gyerek, és ö, amilyen arányban ők ö, jelentkeznek, hogy ez a probléma ö, eszkalálódik. Olyan arányban nem képződnek a szakembereink. Tehát több az ilyen gyerek, mint akit el tudunk látni, és nagyon gyakran csak nagy csoportba jut be logopédushoz a gyermek, horott már az óvónő akár, vagy a szülő is érzékeli, hogy középsőbe, vagy akár kis csoportba is látványos eltérés van a beszédfejlődésében. A három éves szűrésre azért van szükség, hogy időben megkapja a segítséget, de itt is a szülő lesz a hangsúly. Tehát, hogy meg fogja a logopédus hallgatni a gyereket, de első körben, és erről a kollégám majd többet fog beszélni, elsősorban a szülőn van a hangsúly, hogy feltérképezzük, hogy milyen otthoni szokások, vagy egyáltalán a gyereknek milyen beszédkésztetése, beszédállapota van, és a szülő lesz instruálva arról, hogy hogyan tudja segíteni a gyermekét, természetesen szakember kontrollal, illetve az óvónői segítséggel, hogy behoz az esetleges lemaradását. Frűvértnép Hajrics Mariannának köszönjük, hogy itt volt velünk és mindezt elmondta. Nagyon köszönöm a meghívást. Nézzék továbbra is a Sopron televíziót, érdemes velünk maradni, ugyanis jövő héten folytatjuk a témát, akkor majd egy logopédus szakember beszél a gyakorlati tapasztalatairól. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!